kapaszkodni a magyar, és hogy mégis mi történt akkor, milyen folyamatokkal szűnik a korábban. Mert ezeket nyomoztuk, levélták a alapján, és az akkori újságcikkek alapján megtörténik folyamatos megszüntetés. Most nyilván az akkori jogalkotmány döntésnek megfelelően ez a széles fejlővárban széles fejlővárban is megtörtént, de első rendszer leépítése úgy, hogy folyamatosan az ott a lévő hatáskörök átkerültek a városi, illetve a megyei kormányzatokat. Hát a másik kérdés az volt, hogy mégis pontosan mikor történt az zárás, kiderült ez is, megtudtuk, egy olyan okiratot találtunk, amely egyértelműsítette, hogy 1983. december 31-én történt, és azt is megtaláltuk, ki volt az utolsó kormányő, aki egyébként az elmondások alapján bevallotta, hogy egy nagyon jó kapcsolatban volt a megyei tanács, hogy oda is ment egyébként tudnak dolgozni, és a megyei tanács és a járási tanács között a megszűn a járási tanács, ez a jó munkakapcsolatban, hogy engedték az utasok világban lenni a megfelelő anyagokat, a város, illetve a megyei tanácsokhoz eltirányítani, illetve a lepőzárakba azokat, amelyek kezdenik már, vagy meg sem is. Hát a kollégámat elértük, és nagy szerencsétől vállalta ezt az újra nyilvánat. Egészen pontosan ma 30 éve töltött el az utolsó munkakapcsolatban a járási, akkor a járási hivatalban, azt, amivel bizonyítva ő számára, a 81. december 31-e volt, azt a hitelesítést iratot megkapja, ma ajándékot kerül, illetve kap még egy kis ajándékot, pedig a kulcsa, ez a kulcs pedig a Székesfehérvári járás hivatalnak az egyes számú kulcsa, szóval nem kell megijedni, hogy majd is össze tudnak járni, és ráérő időszakban mondjuk határozatokat tudnak majd 4 óra után, illetve hétvégén csinálni, nem, ez már egy lecserélt szerkezetnek a kulcsa, de nagyon fontos, 2013. január 1-ig ezzel a kulcsa történt, ennek az új járási hivatalnak a nyitása, ez kapja meg.